Egy helyen változtatta meg az előző heti győztes csapatát Bene Ferenc, a listavezető kezdőjébe visszakerült Vas Patrik, így ezúttal Madarász már került a kispadra. A sárga mezes hazaiak hatalmas fölénnyel játszottak az első fél órában, de Sánta a miklósi kapuban sokáig becsülettel állta a sarat, míg nem a 17. percben már ő is tehetetlen volt. Belicki adott remek labdát Simon András elé, aki okosan a kapu jobb alsó sarkába lőtt. A támadó harmadszor volt eredményes a tavaszi szezonban, és mindhárom alkalommal az ő góljával szerzett vezetést a lista vezető. A gól után sem tört meg a hazaiak lendülete, egymás után jöttek a tetszetős akciók. Itt Belicki dőlt rá a labdára, a kipattanóra pedig ismét Simon csapott le, de a játékvezető les miatt nem adta meg az újabb találatot. Aztán újra Belicki volt a főszereplő, szép csellel fűzte be ellenfelét, ám lövése az oldalhálóban kötött ki. 35 perc után nyúlt bele Vágó Attila a mérkőzésbe, kettőt is cserélt a Sziget-Szentmiklós jegyző, csapata pedig ezzel új erőre kapott. Így aztán a második fél időben már kiegyenlített volt a játék, egymás után forogtak veszélyben a kapuk, hol az egyik, hol a másik oldalon alakult ki kisebb-nagyobb helyzet. Egy óra elteltével Völgyi eresztett egy bombát, Sánta azonban hatalmas bravúra kipiszkálta a jobb felső sarokba tartó lövést. A túloldalon egy levágódó lövésnél reklamáltak büntetőt a vendégek, a játékvezető azonban továbbot intett. Aztán a forduló egyik legszebb góljának örülhettek a Sziget-Szentmiklósiak. Egy hosszú bedobást megcsúsztattak a védők, Kovács János azonban felismerte a lehetőséget, ollózott és a labda védhetetlenül jutott a kapuba. A Sziget-Szentmiklósi játékos nagyszerű mozdulattal, tökéletes technikai megoldása juttatta a kapuba a labdát. Folytatódott az edzők közötti taktikai harc, Bene Ferenc azonnal pályára küldte Tóth Norbertet, aki rendszerint góllal hálálja meg a bizalmat. Most is így történt. Bár Paku ívelése után szinte már mindenki lemondott a helyzetről, Simon András nem ezt tette. A gyirmóti csatár az alapvonal előtt még visszafejelte a labdát, éppen Tóth Norbert elé, aki élt a felkínált lehetőséggel. Negyed órával a lefújás előtt ismét a gyirmótiaknál volt tehát az előny. A vezetésük azonban nem tartott sokáig, azonnal a középkezdés után egyenlített a Sziget-Szentmiklós. Volen tört be harcosan a büntetőterületen belülre, és tette fel a rövid sarokba a labdát. A vendégek ennél a támadásnál erőszakosabbak voltak, mint a védők, ez hozta meg számukra a sikert. A hajrában már csak kisebb helyzetek voltak mindkét oldalon, de az eredmény már nem változott. Gyirmót FC Győr, SZTK Árima 2-2. Mindez a ZTL veresége miatt azt jelenti, a listavezető előnye már 8 pont a második helyzettel szemben. Bele kellett nyúlni a mérkőzésbe, muszáj volt, és fél időben még jobban rendeztük a sorainkat, és én azt hiszem, hogy a második fél időben teljesen megérdemeltük ezt az eredményt, és azt kell mondanom, hogy az a csapat, amelyik a Gyirmót a bajnok otthonában kétszer talpra áll, kétszer föláll, kétszer vezetés után kiegyenlít, és még a legvégén a Szepesinek a lábába van a gól, a győztes gól, az a csapat megérdemli az X-et, az egy pontot, és ez a csapat nem fog kiesni, aki ezt meg tudja csinálni a Gyirmót otthonában. Gratulálok a játékosoknak, a Gyirmótnak, nagyon-nagyon kívánom tiszta szívből, hogy jusson fel is fog jutni, ők bajnokok lesznek, mi meg nem fogunk kiesni. A játék éppen nem indokolta, hogy kapjunk két gólt, tehát nagyon koncentrált és nagyon hatékony volt ellenfelünk, ezért ebből a szempontból mindenféleképp gratuláció jár nekik. A probléma az, hogy kétszer is egy gólos vezetésünk volt, főleg az 1-0-as vezetés után nem tudtuk belőni a második gólunkat, akkor ha 2-0-ra el tudunk húzni, a lehetőségeink meglettek volna, illetve meg is voltak. Minden mérkőzésen ez a célunk, hogy minél hamarabb, minél több gólos vezetést szerezzünk. Ma azért főleg az előrejátékban voltak problémáink. Több olyan játékos volt, aki a jó heti munka ellenére nem azt hozta a hétvégén, amit kellett volna. A bajnokságban most egy hét szünet lesz, így a csapatok legközelebb áprilisban lépnek majd pályára.